Egyre nagyobb az érdeklődés a könnyű szerkezetes házak iránt. Új családi házak építésére kapnak több megrendelést a kézház építők. Egy átlagos 100 négyzetméteres házat műszaki tartalomtól függően 20-22 millió forintból is felépítenek, akár két hónap alatt. Az otthonteremtési program ösztönzője a növekedésnek, ezt mondják a szakmabeliek. A vállalkozások viszont építőanyag és munkaerő hiánnyal küzdenek. Dévényi József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az Anikó Kézházak Kft. Ügyvezetője, tulajdonosa. Igaz-e ez, amit most a piacon látnak, vagy tapasztalható-e ez mindenhol, hiszen a legelején úgy hiszem, hogy egyes térségekben tapasztalják ezt elsősorban? Igen, hát ahhoz, hogy ezt tudjuk analizálni, érdemes visszamenni 2008-ig, amikor sajnos beköszöntött ránk is a világgazdasági válság, pénzügyi válság, és ezzel egy időben az építőipar is nagyon megszenvedte ezt a válságos időszakot, jelentősen csökkentek az építőipari beruházások. Talán üdvözítő kivétel volt az állami nagy beruházások, de a lakásépítés mindenféleképpen szignifikánsan lecsökkent, és hát ezzel egy időben több cég csődbe ment, befejezte a munkát, volt olyan, aki a fehér gazdaságból a fekete gazdaságba vonult át, és sokan, akik nem találtak szakmunkások munkát, külföldön próbáltak boldogulni. Viszont amikor jött ez a család támogatási program, ennek két fontos eleme van, az egyik az 5%-os áfa, a másik pedig a csok rendszerű családtámogatás. Itt én erre azt tudom mondani, hogy főleg az 5%-os áfa mozgatta meg első körben igazán az embereket. Tehát egy olyan hirtelen kereslet növekedéssel kellett szembenéznünk, amire a lakásépítőipar, most ezt ezért mondom, hogy speciálisan nem volt felkészülve, sőt, hát az alapanyag, az építőanyag ipar sem volt felkészülve. Ez most látszik, hogy kicsit csúsznak az építőanyag szállítások. Kicsit sok a megrendelés, aminek tulajdonképpen örülnünk kellene, de azért ez mindennapi fejtörést okoz. Tehát nem gondolták, hogy ilyen hirtelen jön majd ez a fellendülés, viszont hogyha még néhány számadatot mondana nekünk a tekintetben, hogy mondjuk a válság időszakában mennyi családi ház, vagy mennyi ház épült itt akár a megyeszékhelyen, vagy itt a környéken, illetve most mit látnak, vagy milyen tendenciát látnak, az illusztrálná a változást? Hát megye és megyeszékhelyi pontos adatokat nem tudok, de elég jelentős nagyságrenddel olyan 10-20%-ára esett vissza a lakásépítés ebben a válságos időszakban. Ezeket a pontos adatokat ki lehetne kérni az építési engedélyek vonatkozásában, de nagyjából ezzel lehet számolni. Azt is tudom mondani, hogy a kézházépítőknek egy országos szövetsége, a MAKÉSZ, a 2008-as időszakban 20 tagja volt, az építőipari vállalkozók országos szövetségének a keretében működött ez a csapat, és hát lettünk a végén 5-en, majdnapig is körülbelül 5-en vagyunk, úgyhogy újból fel kell, hogy építsük ezt a társaságot, amelyik egyrészt népszerűsítette magát a technológiát, másrészt pedig egyfajta együttműködést biztosított a cégeinknek. Na, akkor nézzük egy picit a technológiát, hiszen az köztudott, hogy ez még mindig újszerű technológiának számít, hogyha az építőipart megnézzük, és azért ha valaki építkezik, akkor nem rögtön az fordul meg a fejében, hogy könnyű szerkezetes házat akar építeni, hanem a hagyományos technológiához ragaszkodik. Bíznak-e az emberek, vagy egyre jobban bíznak az emberek ebben a technológiában is? Hát én úgy gondolom, hogy miután Németországba, Ausztriába ez a technológia, mondjuk azt, hogy alternatív technológia, nevezzük így, mert többféle szerkezeti elemmel, meg többféle módon építkeznek már, azért 30-40%-a, sőt, afelé megy ma már. Egyre inkább Magyarországban is elfogadottá kezd válni maga a technológia. Ennek legfőbb oka az, hogy ezzel a technológiával gyorsabban épülnek fel a házak, és ezzel a technológiával energiatakarékosabb házakat lehet építeni, mint a hagyományos technológiákkal. Az a szó, hogy könnyű szerkezetes és kézház, azért sejtett valami kis különbséget. Ugye a könnyű szerkezetes szó még abból az időből származik, amikor ezt a helyszínen úgymond egy kis pálcikákból kezdték el összerakni, aztán leburkolni a falakat.
a kézházba pedig már gyárban előre gyártott paneleket állítunk elő, és a helyszínen mint egy legót egy nap alatt gyakorlatilag a fő falszerkezetet össze lehet állítani. Na, épp ezt a gyorsaságot kérdőjelezik meg nagyon sokan. Most azért néhány képet mutatunk arról, amit önöknél rögzítettünk a mai nap folyamán, és látható az, hogy hogyan készül el egy háznak a fala, és hogy milyen szigetelő, és hogy mennyi szigetelő anyagot használnak föl. Tehát a kérdés adott, megbízhatók-e, és milyen élettartamúak ezek a házak? Hát nem lenne hiteles ez a beszélgetés, hogyha én mondjuk nem kézházban laknék. 13 éve költöztem be egy kézházba gyakorlatilag, sőt több mint 13 éve, akkor indult az ötlet, hogy a cég foglalkozzon egyik üzletága egy ilyen kézház technológiával. Én azt tudom mondani délülti beszélgetésünkről, és azt mondtam, hogy lényegesen hosszabb az élettartama, mint a tulajdonosának. Tehát emiatt nem kell aggódni. Ez az észak-európai országokban, a skandináv országokban, Amerikában, Egyesült Államokban, Kanadában ez teljesen természetes, hogy a családi házak ilyen technológiával épülnek. Hogyan lehet akár energiatakarékosabbá, hatékonyabbá tenni, mint a hagyományos építésű házakat? Hát ugye eleve a falnak a tartószerkezete az önmagában is hőszigetelést tartalmaz, és erre még kerül egy külső homlokzati hőszigetelés, és így azt lehet mondani, hogy körülbelül egy 30 centis fal, az tiszta hőszigetelés. Egyrészt ez hozza azt, hogy energiatakarékosabb, kevesebb fűtési gázszámlát kell elkölteni minden évben. Másik, hogy az üzemeltetése, karbantartás igénye is kevesebb, nincsenek máló vakolatok. Gyakorlatilag én most azt tudok egy példát mondani, hogy egy kb. 180 négyzetméteres ilyen épületnek az éves gázszámlája nagyjából 160 és 200 ezer forint között van. Azokat az anyagokat, amit használnak, hogyan tesztelik, hogyan próbálják ki, illetve hát létezik egy úgynevezett magyar kézház embléma, ezt kik használhatják? Hát magyar kézház emblémát azok a cégek használhatják, ugye ezt mi annak idején hoztuk létre ezzel a kézház szövetséggel, hogy ez egyfajta minőséget jelentsen és kommunikálni lehessen kívülre az érdeklődőknek is. Ennek az elnyerését minden évben ellenőrizte egy szakértői csapat, megnézték a gyártást, megnézték a kivitelezéseket. Maguk az anyagok, a beépített anyagok pedig mind minősítettek. Tehát olyan beszállítóktól vesszük a faanyagot, a gipszkartont, gipszrostot, szigetelőanyagot, minden egyes anyagnak megvan a CE minősítése, vagy az ETA minősítése, amit Magyarországon az építésügyi minőségellenőrző intézet ad ki. Ezen kívül magának a technológiának, tehát a szerelésnek, a gyártásnak is szintén megvan ez az európai minősítése, amit ETA-nak hívnak. Ha kézházat szeretne valaki, akkor milyen paraméterekkel képzeli el, milyen megrendelések érkeznek önökhöz általában? Nagyságrendre gondolunk, igen. Vagy ára. Nagyságrendre ára, jó. Hát elég változatos, de azt mondanám, hogy amit mi szeretünk, az igazából az a 80-100 négyzetméter. Tehát bebeesik időnként, aki akar egy kis toldalékot, vagy egy kisebb nyaralószerű házat 40-50 négyzetméterrel, de igazán gazdaságosan minden épület úgy gondolom, hogy egy olyan 80-100 négyzetméternél kezdődik, ahogy ki lehet hozni, hisz a közműbekötések, egy kazán, az majdnem ugyanannyi egy 100 négyzetméteresben, mint egy 50 négyzetméteresben, sőt a közműbekötés az ugyanannyi. Tehát a fajlagos költségek egy kisebb épületnél megemelkednek, ezért mi is szeretjük a 100 négyzetméter vagy e feletti épületeket. Itt az átlagárunk egy jó közép kategóriájú kulcsakész állapotta, azért van a jó közepet, mert természetesen belőle el lehet szállni árba. Ez 180-190-200 ezer forint nettó, és akkor erre jön az 5%-os áfa. Mármint a négyzetméterre? Ez a négyzetméter ára, igen, az épületnek. Ez gyakorlatilag a beköltözhető állapotot jelent, tehát lehet vinni a bútort.
Mindenki tudja, hogy egyébként milyen lakásárak vannak a piacon, használt és új lakásárak is ehhez tud viszonyítani. Nagyon szépen köszönjük, Tévényi úr, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.